hangának köszönjük szépen a híreket. Jó reggelt mindenkinek, ez a Debrecen Rádió. Jó vekkert, kezdődik a mai jó reggel. Itt van Pince és Maria. És Balogh István Vilmos, és hát végre kis péntek van. Csütörtök van végre valahára, február második. A tegnap olyan furcsán ért véget a műsorunk, mert volt egy adókimaradásunk 8:30-kor, nem tudtál elköszönni a hallgatóktól, úgyhogy légy szíves, most köszönj el, légy szíves, a tegnapi elköszönést. Szép napot kívánok mindenkinek, most pedig újra szép napot kívánok mindenkinek. Most pedig indul egy újabb nap, na és akkor pótoltuk a lemaradást. Indítjuk ezt a napot, és Ariana Grande dalával jön a Side to Side. Egy újabb óra. Mosolyra hangolva. Napjaink és az elmúlt 40 év legjobb zenéivel. FM 95. Debrecen Rádió. 4 perc múlva lesz legyet 7. Hello, jó reggelt, jó vekkert, ébresztő mindenkinek. Ez itt a Debrecen Rádió, 2017. február 2-a csütörtök van. Jönnek a jó reggeltek, el kell küldenek egy jó reggeltet már így korán Marikának Balmazújvárosba. Jó reggelt, Balmazújváros. Csikánóék a konyhában vannak. Hello, jó reggelt, hello. Konyha. Reméljük a kicsi is jól van most már. És Attila is bejelentkezett, küldött nekünk egy jó reggeltet a Viberen, hát akkor mi is küldünk neki egy szia, jó reggeltet, ébresztő neked is. Ahogy szoktuk, beköszönünk mindenhová, mindenkit felébresztünk, írjátok meg nekünk, hogy hol hallgattok bennünket, és küldünk egy kis ébresztést, küldünk egy kis jó reggeltet az SMS és Viber számunk, ahol lehet tőlünk jó reggelteket rendelni, 0620 95 95 95. Ébresztő mindenkinek. Egész megyét felkelteni, illetve hát ugye mostanában most már bejelentkeztek hozzánk Budapestről is, aztán egyszer Németországból is. Angliából is kaptunk már üzenetet. Igen, úgyhogy lehet hozzá bejelentkezni. Jó reggelt, világ, ébresztő mindenkinek. Igen, hogy hol hallgattok minket. Valaki már meg is írta, hogy látott egy trafit a 4-esen Hajdúszoboszló és Debrecen között. Köszönjük szépen. Balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek. Óvatosan az utakon, és egészen hihetetlen plusz 4 fokot mutatnak már. Ugye, most hogy milyen a hőmérők. Én rendesen meglepődtem, amikor én kiléptem a házból. Még itt a tavasz. Végig is gondoltam, hogy úristen, mennyit aludtam márciusban, vagy mi történt. Kimaradt egy hónap, és úgy néz ki, hogy a folytatás is ilyen lesz. Bőven plusz fokokat mutatnak majd ma a hőmérők, de azért borongós, csapadékos időnk lesz az előrejelzések szerint. És hát egyébként azt gondolom, hogy nagyon szerencsések vagyunk Budapesten, ítéletidő van. Hát ez az ónos eső, ott megbénította az egész város gyakorlatilag. Hát azt mondták, hogy a hóra ráfagyott az ónos eső, és arra még esett arra egy még kis hó. Hódara. Szóval ilyen kis szendvicseken, igen, ugrándoztak, megkalandoztak az arrajárók, és hát jégkorcsolyapálya van az egész városban. Pont most reggel még átnéztem a híreket indulás előtt, és valaki feltett egy videót, hogy snowboarddal ment dolgozni valahol Budán. És egyébként elég bizarr látvány, hogy ilyen kis szűk utcákon a parkoló autók között megy snowboarddal, és közben félkézzel még tartja a kamerát is, de nagyon látványos videó. Lehet, hogy mindjárt posztoljuk arról is Facebookra. Hallottam, hogy azt mondták a budapesti iskolákban, hogy aki nem tud beérni, az ne aggódjon. Igen, igazoltam, mondtál valaki. Hányan trükköztek ezzel vajon? Biztosan sokan. De hogy így legalább nem veszélyeztetik a tepsi épségüket nem veszélyeztetik. Igen. Meg hát ugye jöttek itt a különböző népi praktikák a csúszós utak ellen. Ugye fényképeket lehetett látni arról, hogy frottírzoknit húztak az emberek a csizmára, hogy ne csúszson. De itt is láttam. Te is így jöttél ma? De tegnap láttam valakit itt Debrecenben is. Nem már komolyan. Nem frottírzoknival, hanem végig volt a tekerve mind a két csizmája szikszalaggal. Gondolom, hogy az is valami csúszás gátló lett volna. Hát a téli gumit föltette a futóművére tulajdonképpen. De mennyire életszerűtlen. Lehet, hogy azt mondják, hogy vedd föl, mert hogy így vigyázol magadra, de te fölvennéd egy frottírozoknit. Hát most, hogyha választhatok a között, hogy kitöröm a nyakamat, eltöröm a lábamat, és fölvennéd? A két karomat, néhány bordatörés szenvedek meg a között, hogy ráhúzzak egy frottírozoknit a cipőmre, amivel hülyén nézek ki, akkor a bordatörést választanám valószínűleg én is egyébként. Vagyok annyira hiú, hogy inkább törjön el mindenem, de láttuk a képeket. Nem, majd átlagatunk a kórházba, ne aggódj. Nem hagyunk egyedül. Ha a csúszós utakon be tudtok jönni a kórházba. Persze, hát majd óvatosan. De még mi ezt elég jól megúsztuk egyébként. Igen, nálunk, hál' Istennek, hogy nem lesz rosszabb. Hajdúbél megyére is kiadták a riasztást az ónos eső miatt, de olyan sok mindent nem tapasztaltunk ebből. De hát most meg már jön a tavasz, hát holnapra már ilyen... Hát sajnos a kettős fronthatás. 10 fokokat ígérnek, igen, hogy beszélünk erről egy picit, mert oké, egyrésztről örülhetünk neki, hogy jó idő lesz végre, és nem fogunk megfagyni, de egy csomó negatív hatása lesz ennek, tehát erre készüljön fel mindenki. Én már egy hete érzem. Tehát, hogy mi mindig nyafogunk, tehát egyszer azért nyafogunk, hogy hideg van. De hideg van, most meg végre nem lesz hideg, és akkor most meg már látjuk a többi problémát. Na beszélünk erről egy kicsit, nem sokára, jó? Neked most félig tele van a pohár, vagy félig üres?
Én megittem az egészet. Jó, okay. Na, lehet küldeni még a jó reggelteket, írjátok meg, hogy hol hallgattok bennünket, mindenhová beköszönünk. Az SMS és Viber számunk 20-as 95-95-395. Aztán mindjárt jön a te dalod. Az enyém? Igen, Beyoncé és az If I Were a Boy. Az jó lenne. Reklám. 6 perc múlva lesz 6:30, ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig a Vekker. Hello, jó reggelt és jó Vekkert mindenkinek, különösen jó Vekkert azoknak, akik kértek tőlünk ébresztést. Azt mondja, hogy jó reggelt Balmazújváros, írja nekünk István. Jó reggelt Balmazújváros. Szia, jó reggelt István. Jó reggelt. Őt? Nem, nem. Vagy hát nem tudom. Ha megmondod, hogy milyen István vagy, akkor lehet, hogy meg tudom mondani. Hát a Balmazújváros hogy... István, aki téged. Jaj, most már tudom. Hát ott mindenki ismer mindenkit, nem? Balmazújváros. Hát, de István azért egy-kettő van. Jó reggelt Nagyhegyes írja nekünk valaki, úgyhogy a Nagyhegyesieknek is jó reggelt, jó Vekkert nektek, és Csikánó pedig azt írja, hogy náluk a kicsi meggyógyult, most viszont az asszony beteg, akkor neki pedig Istenem, jobbulást hát és jó reggelt kívánunk. Mindenhová küldünk egy kis jó reggeltet, írjátok meg, hogy hol hallgattok bennünket, és dobunk egy kis ébresztést bárhová. Bárhová elhaladszik a hangunk, 0620-95-95-395. Egyébként gondolkoztam, hogy mi lenne, ha tényleg férfi lennék. Na. Hát akkor biztosan a mai napon minden nő a világ legboldogabb nője lenne, mert mindenkinek ágyba vinném a reggelit. Minden nőnek elmondanám, minden hogy... Nőnek? Minden nőnek, igen. Minden nőnek elmondanám, hogy drágám, te vagy a legszebb a világon. Úgyhogy nem nagyon tudjátok, hogy mire van nekünk szükségünk. Minden nőnek? Igen. A világon? Hát így valahogy így egységesíteném, igen. Aha, hát így rádión keresztül, hát így én is meg tudom oldani. Igen. Minden nőnek jó reggelt, imádunk benneteket, kész, le van tudva. Hát na látod, ez a különbség kettőnk között. Ez nem teljesítmény. Az viszont igen, hogy gyakorlatilag itt a tavasz, plusz 4 fokot mutat már most is a hőmérő, nagyjából ennyi lesz napközben, és viszont azért elég borongós, csapadékos időt jósolnak már a meteorológusok. Tulajdonképpen minden hullhat az égből, amit el tudunk képzelni. Eső, hónos eső, havazás, havas eső, bármi előfordulat, lehet választani, hogy kinek melyik a szimpatikus, és mi még ugye elég jól megússzuk ezt az egész hónos eső mizériát, ami az országban van. Előkerestem ezt a képet, amiről az előbb beszéltünk, hogy néz ki az, amikor valaki zoknit húz a csizmájára, mindjárt kitesszük a Facebook oldalra is, hogy hadd szörnyűködjön mindenki. Ami helyette inkább a nyaktörést választanád. Hát most őszintén ehelyett néznek. Tehát ez egy egyébként persze, szép... Persze, hát mennyivel jobban mutatnám mankókkal, meg csövekkel a, nem tudom, a tested minden részén. Egy szép női csizma, rajta egy flottír zokni. Hát igen, igen. Éppen csak a két keresztbe tett teniszütő hiányzik a zokniról, hogy teljes legyen az összkép. De hát holnap ugye meg már itt a tavasz, aminek egyrésztről örülhetünk, másrészt viszont hát annyira nem nagy öröm ez, nem lesz ebben olyan nagyon sok örömünk, mert hogy ez egy csomó negatív hatás lesz annak, hogy holnapra már ilyen plusz 10-11 fokokat is jósolnak az előrejelzések. Az egyik negatív hatása, hogy könnyen lehet, hogy egyszer meghalunk. Mert azért ilyet nem mondjuk. Hát azt írják, hogy megnövekedhetnek a szív- és érrendszeri problémák, a fejfájás jelentkezik, és megnőhet a halállal végződő szívinfarktusok és sztrókos esetek gyakorisága is. Egy kis hőmérséklet ingadozástól. Mindenki maradjon otthon bezárva, hát hogyha ott annyira nem érzékeljük a dolgot. De ha meg nem is halunk, vagy ennyire súlyos következményei nem lesznek, akkor mondjuk egy kis influenzát is begyűjthetünk, mert hogy amúgy is influenza járvány van, ebben az enyhe időben pedig még erősebbek lesznek a vírusok, úgyhogy ez semmi jót nem jelent nekünk. Ő tőlem nagyon távol, én már konkrétan a torkomban is érzem egy napja, hogy az is nagyon fáj, a fejem meg szét akar robbanni, azt hiszem péntek óta. Milyen nap van, ma csütörtök van. Hát nagyon jó. Úgyhogy rajtam kijött ez a kettős fronthatás. Hát itt most akkor minden összejátszik, tehát ez most mindent magával hoz. Ugye egyrészt a kettős fronthatás alapból nem egy kellemes dolog, mert az aztán tényleg mindenkinek rossz. Aki a hideg frontra érzékeny, aki a meleg frontra érzékeny, annak is rossz. Akkor ugye jönnek a vírusok, tehát még az influenza is elkaphat bennünket, és egy kis szív- és érrendszeri probléma is befigyelhet még. Igen, mert ugye hirtelen... Valami baja tulajdonképpen szinte mindenkinek lesz. Hirtelen légnyomás változása, ugye úgy alkalmazkodik a szervezetünk, hogy ugyanolyan hirtelen vagy nagyon megemelkedik a vérnyomásunk, vagy nagyon csökken. Úgyhogy gondolom ezért van ez az óriási fejfájás, és legalábbis én ezt érzem egy hete szerintem is borzasztó. Hát meg ugye hát teljesen meg van bolondulva az időjárás. Holnap mondom, tehát ilyen 10-11 fok is lehet pluszban, és egyébként ilyenkor február környékén az átlag az olyan -2-3 fok. Tehát az annyi 13-14 fokkal lesz melegebb, mint amilyenek lennie kellene. Három hete?
Nem olyan túl régen. Még a múlt héten is volt az országban ilyen. Egy hét alatt a mínusz 20-ról fölugrunk plusz 10-re. Az 30 fokos hőmérséklet ingadozás. Elég szép. Igen. Úgyhogy elég durva. Meg hát egy csomó hosszú távú hatása is van annak, hogy ilyen enyhe a tél. Például azt mondják, hogy emiatt nő az allergiások száma, mert hogy korábban jön a virágzás, hosszabb a pollen szezon, és tovább kínlódunk az allergiától, vagy hogy például, ami nagyon érdekes, hogy emiatt nő a műholdak sebessége. Mert a légkör felső része hidegebb lett, ugye az alsó rész melegszik, a felső rész hidegebb lett, és az kevésbé fékezi a műholdakat. Uh-huh. Ami egy csomó problémát okozhat. Ugye, hogyha egy GPS műhold nem abban a sebességben halad, amire a GPS vevődnek szüksége van, akkor egész egyszerűen eltévedsz. És akkor meg attól kapsz strókot az idegtől, hogy nem tudod, hogy hol vagy például. De jó, hogy mennyi jó hírre szólunk. Tehát egyrészt örülünk annak, hogy tavasz van, meg ilyen hamar jött a jó idő, csak hát azért ez mégsem annyira nagy öröm hosszú távon. Jelenleg nagyon-nagyon röviden csak annyit szeretnék elmondani, most itt hirtelen olvastam, hogy az aluszékonyság, a mellkasi feszítés és a nehéz légvitel az a magas vérnyomásnak a jele, míg az erős szédülés, illetve a fokozott szívfrekvencia az pedig a túl alacsony vérnyomásnak a jele, úgyhogy aki ilyeneket észlel magán, az szerintem feltétlenül menjen orvoshoz, mert azért tényleg nem játék. Meg hát figyeljünk oda főleg a gyerekekre, főleg az idősekre, meg úgy általában mindenkire. 30 fok ingadozás azért tényleg nem játék. Azért az nem játék. Na megint jó vidáman elindítottuk itt a reggel, de hát ezt el kell mondani, mert tényleg hát vigyázzunk magunkra, mert annak ellenére, meg egymásra, így van. Hogy jó idő lesz, azért vannak ennek hátulütői is. Közben pedig Hanga is megérkezett, hál' Istennek neki a világon semmi baja, úgyhogy hozza nekünk a fél hetes híreket, aztán pedig itt van a debreceni kedvenc, a Medix és a Metro. Karamell tegnap volt egyébként a születésnapja, ő is öregszik, 35 éves lett. Gondolom, egy karamell tortával ünnepelt. Jó reggelt mindenkinek, ez a Debrecen Rádió, benne pedig a Vekker, 4 perccel múlt el, 3:47. Jó reggelt a derecskeieknek, írja nekünk valaki. Derecske, jó reggelt. Illetve a Miklós utcán útfelbontás, írta meg ezt is valaki. Igen, köszönjük szépen, hogy már napok óta dolgoznak. Egyébként a városból kifelé vezető oldalon egy sávra szűkül ott a forgalom, ott a reggeli csúcsforgalomban azért jó kis torlódások alakulnak ki, emiatt óvatosan mindenki. Egy-két trafipax is befigyel. Persze, már egykor a reggel. Már trafiaink is, így van, a 47-esen Berettyóújfalu és Derecske között, aztán a 4-es számú főúton Hajdúszoboszló és Debrecen közötti szakaszon, illetve a 35-ösen Hajdúböszörmény átvezető szakaszánál is láttak egyet. Óvatosan. Vigyázzon magára mindenki az utakon, lehet jó reggelteket rendelni még, és a közlekedési infóknak is örülünk. 20-95-95-3-95 az SMS és Viber számunk. Szívesen beköszönünk mindenhová. Igen, de lehet, hogy kéne köszönni ma reggel, hogy jó reggelt, meg jó Vekkert. Ha nem? Nem úgy, hogy dobré utram. Miért is? Hát persze. Vendég bocs, a háznál, nem, öröm nem a háznál, beszélek, ugye? Nem beszélek oroszul, tegnap ezt elmondtam. Jön az öreg Vladimir Vladimirovics, ugye ma látogat meg bennünket. Putyinról szól a mai nap. Már amennyit lehet róla tudni, mert hogy tulajdonképpen nincs hivatalos info arról, hogy mikor érkezik, hát hova megy, kivel persze, találkozik. És azt olvastam egyébként, hogy több repülőt is elindítanak ugyanabban az időpontban. Igen, hogy ne tudja senki azt, hogy melyik fog jönni. Három repülő, három különböző időpontban, három helyről. Az egyik Oroszország felől jön, a másik azt hiszem a szlovákok felől, a harmadik nem tudom pontosan. Legalábbis erről sikkeznek, aztán lehet 5 vagy 6. Pont ezt akartam mondani, hogy ha én lennék Putyin biztonsági főnöke, akkor egy dolog lenne biztos, hogy nem ezzel a három repülővel jön. Biztos. Ha ezt így bedobom a köztudatba, akkor tudja, hogy inkább beültetném egy 1002-es ladába, addig rá egy kalapot, és akkor azzal hoznám el. Azt sem tudják még, hogy Szerbia felől fog érkezni, vagy Szlovákia felől, tehát semmit nem lehet igazából. Hát nyilvánvalóan persze azt nem hozzák azért nyilvánosságra. Már tegnap leszállt Budapesten egy nagyon titokzatos fekete repülőgép, amiről annyit lehetett tudni, hogy Oroszországból jött. Aztán, hogy kiküldtek rajta, vagy kiült rajta, vagy egyáltalán miért jött, azt se lehet tudni. Nyilván nincs is közünk hozzá egyébként, de hogy azt úgy kiszúrta a sajtó, hogy egy ilyen gép már leszállt tegnap, nyilván köze van Putyin látogatásához. Azon se lepődnénk meg, ha azon ült volna. Persze, hát beharangozták, hogy 2-án érkezik, és simán lehet, hogy már itt van egyébként elsőjén. Azt is az utolsó pillanatban fog kiderülni, hogy landolás után melyik útvonalon fognak beérkezni Ferihegyről a belvárosba. Azt annyiból lehet tudni, hogy a belvárost hermetikusan lezárják, tehát valószínűleg ott azért majd felbukkan. De több szakasz, tehát több útvonalat is lezárnak, ja, hát nyilván, persze. És hogy azon belül melyiken fog érkezni, az elvileg, tehát ezt írták, ugye nem tudjuk, de az utolsó pillanatban fog kiderülni, a biztonsági parancsnok fogja ezt eldönteni. Azt se tartom kizártnak, hogy tényleg akkor fogják eldönteni.
Igen, tehát a landolás után. Ja, még most se tudják. Igen, esetlen. Tehát többet biztosítottak több útvonalat, a magyar rendőrség. Igen. Hát, azt... Kivel találkozik, miről tárgyal, ez ugye teljesítik. Azon se lepődnék meg, hogyha itt mindjárt hallanánk, hogy Dobre utrán, Pincés Mariant kérdésen. itt van egy Pincés Mariant. Hogy van oroszul, hogy itt vagyok? Itt vagyok. Nem tudom, erre már nem emlékszem. Bár mondjuk azon is gondolkoztam, hogy ha bejönne ide hozzánk a rádióba, igen, akkor azért itt nehéz dolga lenne, nem? Hát tehát biztos sok szempontból, de mire gondolsz? Portás Pistin nem jutna át, nem? Tehát, hogy itt nekünk egy olyan portásunk van, hogy sokszor még nekünk is probléma bejönni az épületbe. Tehát belépőkártya nélkül. Engem. Figyelj, rámosodok hát is engem beenged. Próbálj meg egyszer belépőkártya nélkül bejönni. Tehát Putyin ott elbotlana, hogy megállna itt a ház előtt a parkolóban, és csak ennyit hallaná a kis ablakból, hogy elnézés, parkolókártyája van magának? Nincsen. Figyelj, fekete öves dzsúdós Putyin, úgyhogy ne kezd ki vele. És Portás Pistit láttad már? Hát azért nem biztos, hogy fel kellene vele venni a versenyt. Nem jutna itt be. És akkor mondaná neki a nagy limuzinnal, hogy akkor, ha nincsen parkolókártya, akkor tessék ott a házak között megállni. Ugye az eleve egy vert helyzet, hogy itt az esőben 200 métert sétálnia kellene idáig, és akkor is csak az első beléptető kapuig jutna itt nálunk. És ott én félénke mondani, hogy Pincés Mariant, kérjessem, Pincés Mariant. Ide nem jutna be. Hát lehetséges, lehet, hogy itt is van biztonság. Egyébként csak hogy ő milyen körülmények között él, már nem Portás Pisti, hanem a Putyin, azt mondják, hogy olyan villában él a Fekete-tenger partján, ami 8 milliárd dollárba került, annyira tagsálják az értékét. Az 20 igen. Nyaralója van, Szocsiban 2 nyaralója van, hogy minek egy településen 2 nyaraló, azt nem teljesen értem egyébként, de hát egyet az egyik barátnőjének, másikat meg a másik hát barátnőjének. Hát az sem kizárt. Nem, egyébként nem tudunk semmit, vagy hát nagyon keveset a magánéletőről. Tudod, gondolod, hogy mondjuk neked Réb-Fülöpön lenne 2 nyaralód. Tehát, hogy hát mondom, az egyik. Réb-Fülöp alsón, a másik Réb-Fülöp fölsőn, gondolom neki is így, hogy Szocsi alsón és Szocsi fölsőn van 2 nyaralója, és hát voltak olyan hangok, akik azt mondták, hogy ezeket állami pénzből szedte össze, de hát nyilvánvalóan nem, hát ő nem olyan fiú, tehát az kizárt dolog, hogy ezek így kerültek volna a tulajdonába. És ha már az otthonánál járunk, akkor képzeld el, hogy ezt ugye már sokszor megbeszéltük, hogy ki korán kell aranyat lát, délben szokott fölkelni nagyon sűrűn. Á, azt nem hiszem el. Hát, ha a cikkek hazudják, akkor én is hazudom, de ezt írták, hogy szeret, imád aludni, és nagyon, hát most nyilván nem minden nap, de hogy ő szereti megtenni azt, hogy délben kell fel, és az az első étkezés az olvastam ebéd. Azt olvastam róla, hogy nagy késő. Na tehát tessék. A pápát 50 perccel várakoztatta meg, Merkel több mint 4 órát várt rá. Tehát lehet, hogy akkor tényleg van ebből valami, hogy szerető sokáig szundizni, és akkor ránéz az órájára, még csak 3-4-10, Merkel, valami pittyeg a telefonja, hogy Merkel vár, még akkor hadd várjon egy kicsit. Még visszaszundizik, ja. Na hát minden esetre figyeljük a híreket, és hát bármi újdonság van Vladimirovics látogatásával kapcsolatban, akkor természetesen azt azonnal mondjuk, mint ahogy azt is mondjuk. Ha itt az ablakon fog integetni, akkor azt is tovább igen, mondjuk. Mint ahogy azt is mondjuk, hogy Tamás megérte nektek, hogy jó reggelt, hosszú pályát, ébresztő nektek, és akkor nektek küldjük mindjárt Afrojack dalát. Jó reggelt mindenkinek, ez a Debrecen Rádió, benne pedig a Vekker, pillanatokon belül 7 óra lesz. A gyors közlekedési info, megint megérte valaki, hogy útfelbontás a Miklós utcán, igen, köszönjük szépen, már tudunk róla. Illetve a Viberen írja valaki, hogy nem tud nekünk SMS-t küldeni. Egy picit az SMS szerverünk most megadta magát, de pillanatokon belül helyre áll a rend, addig pedig a Viber üzeneteket tudjuk minden gond nélkül fogadni, úgyhogy egészen nyugodtan lehet írni a 0620 95 95 3 95 5-re. Tibi még Putyinhoz írja, hogy elhiszitek, hogy ma a Kossuth téren nem sok ablak lesz nyitva, hanem itt Budapesten. Hát Vladimir nem szereti a húzatot, tehát oda hát kellene figyelni. Igen. Van még egy közlekedési infónk. Van egy trafiinfónk is, így van, a 4-esen Hajdúszoboszló és Debrecen között mérnek óvatosan. Köszönjük szépen, vigyázzon magára mindenki az utakon is. Nálunk most hanga jön a hírekkel, aztán pedig itt van Robbie Williams, és köszönjük szépen, hírek legközelebb egy fél óra múlva. Ez a Debrecen Rádió, benne pedig a Vekker. Jó reggelt, jó Vekkert mindenkinek. Jó reggelt. Van egy Pincés Mariannunk. És egy Balog István Vilmosunk. És pontosabban egy Pincés Mariannunk. Hol van Pincés Mariann? Jeledkezik. Tudod, mit találtam ki? Azt találtam ki, hogy teszteljük le, hogy mi barátok vagyunk-e.
Érdekes teszt. Akarod? Mindenki megtudhatja, hogy a munkahelyen a munkatársai barátok, vagy csak kollégák. Erről beszélgetünk majd egy kicsit nem sokára. Jó, erről beszélgetünk egy kicsit nem sokára, de előtte itt van Robbie Williams. Egy újabb óra. Mosolyra hangolva. Napjaink és az elmúlt 40 év legjobb zenéivel. FM 95. Debrecen Rádió. Hát hál' Istennek nem olyan vészes most a hajnali szél, plusz 4 fokról indítjuk a napot, jó reggelt, jó vekkert mindenkinek. Jó reggelt, jó tavaszi reggelt mindenkinek. Ez itt a Debrecen Rádió, 3 perc múlva lesz, 4:08, csupa jó hírünk van, felé lett az SMS szerverünk, úgyhogy gyorsan pótoljuk be az elmaradt jó reggelteket, amiket most kaptunk meg így egy kupacban. Jó reggelt, Hajdú Szovát, itt a tavasz, hurrá, írja nekünk Angi. Jó bizony, reggelt, bizony. Szovát, hello, jó reggelt, Angi. Tavasz. Aztán valaki, Miki írja neked még a torokfájásodra, hogy Pál lesz, Marcsi. Hát ha hozol nekem, azt megköszönöm, mert most reggel nem iszunk, aztán... majd este otthon. Jó reggelt, a Nádas Csárdánál a Debrecenből kifelé menet mérnek, ezt Éva írta nekünk, köszönjük szépen. Aztán valaki megírta neked, hogy van az oroszul, hogy itt vagyok. És tényleg így van. Yes, köszönöm szépen. Jó reggelt, Pocsaj írja nekünk. Passzulj, Pocsaj, jó vekkert nektek, és aztán Jani a volt párjának kér ébresztőt rajtunk keresztül. Ex Janiné, Isten éltessen téged is, boldog napot neked, ébresztő, jó reggelt. Úgy megdöbbentem ezen, hogy bele is zavarodtam. Jó reggelt, Esztári Lecsósok, a három testőr írta ezt nekünk. Esztári Lecsósok, szevasztok, jó reggelt nektek is. Ébresztő. Jó reggelt, Dombos Tanya, a lakosság, vegyétek elő a csónakokat, mert másképp nem tudtak közlekedni, írja nekünk Marika. Jó reggelt, Dombos Tanya. Csak a csónakra is húzzatok egy frottírozoknit, hogy ellecsúszhatok. Jó reggelt mindenkinek. Na hát jó sok SMS beesett itt hirtelen. Most már tökéletesen működik az SMS szerverünk, úgyhogy bátran lehet írni. A 0620-95-95-395-ös SMS számokra. Még egy ilyen kupacot szeretnénk kapni. És hát mondtam, hogy csupa jó hírünk lesz most. Ugye a hírekben is hallottuk, hogy debreceni lett az év fesztivál szervezője. Tegnap este adta át a Turizmus Kft. Az éves díjait, és az év fesztivál szervezőjének Bódor Editet, a Phoenix rendezvény szervező Kft. Ügyvezetőjét választották. Ez mindenképpen megérdemel egy tapsot, azt hiszem. Akkor hál' Istennek újra büszkék lehetünk. Van rá ígéretünk, hogy tudunk vele egy exkluzív interjút készíteni ma reggel, csak hát késő éjszaka értek haza Budapestről, úgyhogy 8 óra után valószínűleg már el fogjuk őt érni, tehát hát személyesen fogja elmondani, hogy mit jelent ez a díj, illetve hogy mivel érdemelte ki Debrecen azt, hogy az év fesztivál szervezője díj ide kerüljön. És hogy jelte meg ezt az eseményt. Igen, hát nyilván ugye hát azt jelenti, hogy Virág Karnevál, Bor Karnevál, jazznapok, tehát volt mire adni ezt a díjat, de hát nyilván ezt majd elmondja ő személyesen is. 8 óra után, ha minden jól megy, akkor tudunk majd vele beszélgetni. És milyen jó, hogy egyáltalán szóba állunk mi egymással itt a munkahelyünkön. De nem olyan nehéz, vagy miért? Hát nem, ez nagyon fontos ahhoz, hogy tudjunk egymással dolgozni. Na hát ebben abszolút egyetértek. Itt van előttem ugyanis egy viszonylag friss felmérés, egy munkahelyi kapcsolatokkal foglalkozó cég készítette, és elég megdöbbentő eredményre jutottak, vagy legalábbis én meglepődtem azon, hogy ez a kutatás azt hozta ki, hogy főleg a fiataloknál sokkal fontosabb szempont az, hogy a munkahelyen jó legyen a hangulat, és hogy jó emberek vegyenek körbe bennünket, mint a fizetés. Tehát gyakorlatilag versenybe száll a fizetéssel. Igen, tehát hogyha ha választani kell egy rossz hangulatú, de jól fizető munkahely, és egy jó hangulatú, de nem annyira jól fizető munkahely között, akkor a fiatalok jelentős része a jó hangulatot és a kevesebb fizetést én választja. Én pontosan ebben a csoportban tartozom. Tényleg? Uh-huh. Te? Hát... Nem tudom elhinni, hogy jól éreznéd magad egy olyan közegben. Ha senki nem mondta, hogy jól érzed magad. Fizetésnapon jól érzed magad? Hát rendben van, de az van 12-szer egy évben, munkaóra vagy munkanap pedig nem tudom, rengeteg. Ötször egy héten, igen. Most ezt de egy évben, na igen, sok. nem hiszem, hogy te ezt választanád. Hát, hogyha belegondolok, ha jobban belegondolok, nekem volt olyan munkahelyem, ami nagyon rossz anyagi állapotban volt, nagyon rossz, és mégis ott maradt mindenki. Tehát nagyon kevesen mentek el, hát illetve egy idő után már azért nyilván elszivárogtak az emberek, mert annyira jó társaság volt,
hogy mégis remekül éreztük magunkat. Tehát elpoénkodtunk azon, hogy na, megint eltelt egy hónap, és nem volt fizetés, és ez ilyen poénok tárgya volt. És folyamatosan... együtt átlendítettétek egymást, nem a nehézségeken. De olyan jó hangulat volt bent mindig, hogy a csapatnak a 90%-a az utolsó napig kitartott. Most ez persze, hogy közhelyesen ránk hangzik. Nem zárták az ajtót. Közhelyesen hangzik nagyon, de nem azért érzed jelenleg, hogy boldog pillanataid legyenek, és nem stresszben kell ülnöd minden nap a munkahelyeden. Hát csak hosszú távon biztos, hogy igen, csak ezután meg otthon okoz stresszt, amikor 25-én számolgatod, hogy most akkor parizert tegyünk, vagy jó lesz a kis száraz kenyér, ami még van a kamrában. De persze, fogyasztói társadalomban élünk, pénzzel fizetünk, azért, mert mosolyogok a bácsira vagy nénire, a pékségben nem fogok kapni egy kilókenyeret. Régi ötletem, hogy egyszer egy öleléssel fizessek valahol. Mert a pénz az olyan személytelen, viszont egy ölelés, hát azért az mégiscsak... Én adnék neked. Az mégiscsak valami személyes. Hát, az a baj, hogy ugye a média hatására generálódnak olyan dolgok, amire nincsenek is igényeid. Tehát elég pakolják a hirdetéseket. Nézd meg, ugye beszéltünk arról, hogy a Facebookon folyamatosan ez a retargetálás működik. Egyszer megnéztél valamit folyamatosan, ezért teszik az óriás plakátok, a tévé, stb. Hadd ne soroljam. És egyébként utána rájössz, hogy ezekre nincs is igényed. És hogyha berendezkedsz egy olyan életszínvonalra, ami neked rájössz, hogy ennyi pont elég, és nincs szükségem egyéb felesleges dolgokra, és cserébe még a munkahelyen is boldog vagy, szerintem ezen az életszínvonalon abszolút lehet boldogan élni. Hát igen, ebben igazad van, viszont itt szerintem meg a kérdés az, hogy mondjuk a munkahelyen kötünk-e igazi barátságokat? Az én legjobb barátnőm egy éve legjobb barátnőm, és a munkahelyen kötődött ez a barátság. De barátkoznál vele munkahelyen kívül? Hát most már egyébként ő fölkerült Budapestre, és ugyanúgy a legjobb barátnőm. Mert tehát nem szakadt meg a kapcsolat. Nekem meg az már nem vagyunk napi kapcsolatban. Az a feltételezésem, hogy azért a munkahelyen szövődő barátságok, azok azért elég laza kapcsolatok. Hát én ezt most erre rácáfoltam. De kérdezzük meg a hallgatóinkat, hogy ők mit mondanak. Barátkoznak-e a munkahelyükön, és ha igen, kivel? Barátkoznak-e a főnökkel? Vagy ha éppen főnökök vagytok, akkor barátkoztok-e a beosztottakkal? Ez egy nagyon jó kérdés. Hol van a határ, ameddig el lehet menni munkahelyi barátságban? Mi az, amit elmondtok egy munkahelyi barátnak, és mi az, amit nem? Miben merül ki a munkahelyi barátság? Tehát mondjuk munkahelyen kívül is töltötök-e együtt időt? Meg azért az is más kérdés, hogy mondjuk tényleg találsz egy igazi barátot a munkahelyen, de nyilván sokan dolgoztok egy helyen, és sok barátod lesz, vagy azok inkább csak haverok, vagy ez tényleg csak egy ilyen munkahelyi kapcsolat. Pontosan erről van szó. Ez egy másik kérdés. És lesz egy tesztünk is, amiből mindenki eldöntheti, hogy a munkahelyen csak barátai vannak, vagy csak kollégák. Ezzel is jövünk majd ma reggel vissza. Szóval kötünk-e a munkahelyen barátságot, és ha igen, kivel, akkor legyen ez most és a kérdésünk. 0620 95 95 95 az SMS és Viber számunk. Vonatozzunk egy kicsit, itt a Train és az Angel in Blue Jeans. Debrecen Rádió. Debrecen. Reggel. 4 perc múlva 7:30 lesz. Jó reggelt és jó vekkert mindenkinek. Jó reggelt. Ez a Debrecen Rádió, benne pedig 6-tól 10-ig a vekker. A Vikepércsi úton alakul a szokásos reggeli torlódás, írja nekünk valaki a most már megjavult SMS számunkra. Köszönjük szépen. Hát így szokott ez lenni hétköznap délelőttönként. Ott nem annyira móka és kacagás az élet, pláne a városba befelé vezető oldalon. Tehát a Vikepércsi úton kezdődik a szokásos reggeli araszolgatás. 20-95-95-3-95 egyébként az SMS és Viber számunk, ahová meg lehet nekünk írni. Milyen rossz lehet reggel a dugóban araszolgatni? Attól borzasztó, nem sok dolog van a világon. Hát de szerintem aki meg minden nap arra jár, az már hozzászokott. Tehát ő már ezt betervezi az életébe. Már igen, csak ezek azok az időszakok, amikor igazából nem tudsz semmit sem csinálni. Hallgatod a rádiót. Én, ha nem sietek sehova, engem különösebben nem zavar a dugó, sőt, kimondtam, szeretem. A dugót. Persze, ott ülök a kocsiban, olyan idő van, amit én akarok. Hát figyelj, ott ülsz a kocsiban, ha nem sietek sehova, azt mondom. Aha. Ott ülsz a kocsiban, olyan zene szól, amilyet akarok, olyan hőmérséklet van, amilyet akarok, kényelmes autó, hát mi bajom lehet? Meleg is van, ugye? Az ember ott elvezetget, ha nem sietek sehova, megint más kérdés. Na, igen, de mondjuk most 7:30 van, tehát legtöbb. Nem, most valószínűleg az emberek úgy sietnének valahova. Igen, nem mindegy, hát lélekben ott vagyunk mindenki valaki. Hát türelem. Én azért együtt érzek veletek. Próbálunk ugye a rádión keresztül a barátotok lenni, ha már ezt a témát vetettük föl. Ugye itt volt egy érdekes kutatás, amiről beszéltünk egy kicsit, hogy a fiatalok többsége
Ha választani kell a jó hangulat és a jó fizetés között egy munkahelyen, akkor inkább a jó hangulatot választja. Hát aztán kíváncsi vagyok, hogy később ez mennyire változik. Tehát ahogy mondjuk már feleség van, gyerek van, férj van, hogy akkor mi a fontosabb, a jó hangulat és de erről nem szól a kutatás. Én, mint feleség, nem biztos, hogy szeretnék egy idegbeteget magam elé, tehát aki mindig úgy jön haza, lehet, hogy hazahozza a pénzt, és tudunk enni, meg tudunk ruházkodni, de cserébe hozzá sem lehet szólni. Érted? Tehát, hogy mint nő is azt mondom, hogy inkább éljünk szerényebben, de legyen boldog a párom, és akkor nyilván ez kihat a kapcsolatra is. De most csak arról van, hogy a munkahelyén boldog, az, hogy otthon milyen, az egy másik kérdés. Ez nincs benne ebben a kutatásban, meg azért kíváncsi lennék, mit mondanál éles helyzetben, hogyha tényleg ez lenne a helyzet, hát, hogyha oda kerülnél. Szerényen nem lehet élni, szerintem lehet szerényen is élni. Jó, de most megint ott vagyunk, hogy a tökéletes világban. Nem, csak szeretet legyen, és a többi nem számít, és majd a szeretet virágai tesszük otthon. Én csak azt mondtam, hogy nem feltétlenül kell luxusban élni. Nem feltétlenül, egy picit szerényebben is lehet élni, de nyilván, hogyha konfliktusok vannak a munkahelyen, azt hazaviszed. Tehát én legalábbis magamból indulok ki. Nem. Te nem? Nem viszem haza. Akkor nagyon szerencsés vagy. Én nagyon sok mindenkitől hallom azt, hogy egyszerűen haza, tehát óhatatlanul is, akaratlanul is hazaviszed a munkahelyi stresszet. Inkább fordítva látom, hogy az otthoni stresszt hozzák be sokan a munkahelyre, vagy viszik be sokan a munkahelyre. Szerintem az jellemzőbb, és az okoz aztán munkahelyi stresszt, meg munkahelyi veszekedést. És aztán kezdődik előre. És ez egy ördögi kör, mert akkor azt meg hazaviszi, stb. És ennek sosincs vége. Aha. Na de hát írtak a hallgatóink is arról, hogy barátkozunk-e a munkahelyen, és ha igen, akkor kivel, csak közben elszaladt itt az idő a stresszel, egy kicsit belecsaptunk ebbe is. Nem baj, akkor jövünk vissza nem sokára a hallgatóink hozzászólásaival. A kérdés továbbra is ugyanaz, hogy kötünk-e barátságokat a munkahelyen, igaz barátságok-e ezek, mennyire mély barátságok, és kivel barátkozunk a munkahelyen. Ez akkor a ma reggeli kérdésünk. Illetve már fontosabb, mint a fizetés. Jött már jó pár válasz erre, megnézzük, hogy miket írtak a hallgatóink, de előtte hírek, meg itt lesz Steve Aoki újdonsága is, ez lesz a Just Hold On. Mutatom, ez lesz az 3 perc múlva lesz 3-4-8, ez a Debrecen Rádió, benne pedig 6-tól 10-ig a Vekker, ébresztő mindenkinek, jó reggel Debrecen. Hello, jó reggelt. Jó reggelt Hajdúbihar, és jó reggel Trafipaxok. Gábor van a vonal végén itt velünk, halló. Ja, Gábor vagyok, egy Trafipax infóm lenne a közlekedőknek Debrecen és Szombathelyi között. A Nádasi Kárdával szembe mérik a Debrecenből távozókat, akik Szombathelyi felé mennek. Oké, köszönjük szépen, nehezen lehetett érteni, de hát akkor a négyesen Ebesnél a szokásos helyen a Csárdánál mérik a sebességet. Attila ugyanezt írta nekünk egy picit viccesen. Jó reggelt, négyes főút Nádas Csárdában, fehér autóval mérnek, üdv Attila. Hát behúzottak oda egy kávére. Köszönjük szépen. Jöhetnek a közlekedési infók, SMS és Viber számunk 20-as 95-95-395. Tessék pötyögni ma reggel, és ahogy szoktuk, minden érdekel, ami az utakon történik. Meg hát nem csak erről írnak a hallgatóink, hanem arról is, amit az előbb felvetettünk. Ugye Hogyan jó dolgozni? Egy friss kutatás szerint a fiatalok nagy része, ha választani kell a jó fizetés és a jó hangulat között egy munkahelyen, akkor a jó hangulatot választja inkább. És akkor hát ebből kiindulva kezdtünk el beszélgetni arról, hogy kötünk-e igazi barátságokat a munkahelyen, egyáltalán kivel és hogyan barátkozunk a munkahelyeken. Nézzük, hogy miket írtak a hallgatóink, jó? Valakit felvetett egy nagyon érdekeset, hogy jó reggelt, csak mi gondoljuk, hogy a jó fizetés és a kellemes hangulat között választanunk kell. Lehet ezt másképp is. Igen, például simán lehet olyan, hogy rossz hangulat, rossz fizetés. Hát igen. Hogy szerintem erről sokan tudnának mesélni. Igen. Sajnos ez egyébként szomorú, hogy sokszor választanunk kell. Jó, de mondjuk itt ez azért igazságtalan, mert ez a kutatás ez kimondottan erről szólt, hogy mit választasz, a jó hangulatot, vagy a jó fizetés. Nyilvánvaló, hogy az a ideális, hogy jó hangulat és jó fizetés, de most ez a kutatás az erről szólt, hogy melyik a fontosabb a fiataloknak. De egyébként a választás lehetősége mindig adott. Tehát, hogyha annyira szörnyű egy helyzet, akár anyagilag, akár a jó vagy a rossz légkör miatt, nyilván rossz légkör miatt, akkor bármikor lehet változtatni. Tudom, könnyű szavakkal dobálózni, de munkahely az mindig van, meg munka az mindig van. Hát valamit úgy is talál az ember, aki igazán talál. Akármennyire nehéz is a helyzet, valamit, amikor annyira rossz a helyzet, hogy nem bírod tovább, és akkor amikor már
minden jobb annál, ahol éppen vagy, akkor valamit lehet találni. Az a szörnyű, amikor évek óta ugyanazokat a problémákat hallgatod, nem valamilyen ismerősödtől, hogy már megint az, és nem változtat. Hát és egyszerűen megkérdezed, és akkor miért nem lépsz? Erre szokták mondani, hogy aki panaszkodik, de nem tesz ellene semmit, annak még nem fáj igazán. Igen. Vagy valami azért mégiscsak jó ebben a helyzetben. Szerintem ti barátok vagytok Marcsival, csak azt nem értem, Vilikém, miért van mindig a kezedben a fatestápoló? Hát Marcsit fegyelmezni kell, tehát nem lehet vele bírni reggelenként, tehát valami rendet kell tartani. Hát meg néha kiszárad a kezem, és akkor Vili bekeni nekem. Aztán Dia írja, ha nincs pénz kajára hónap végén, az is elég nagy feszültséget tud okozni családon belül. De legalább jó hangulatban nincs pénz kajára. Hogyha jó hangulat a munkahelyem. Aztán még egy kevés barátom van, akikre igazán számíthatok. Őket én már felnőttként interneten, illetve munkahelyen ismertem, megírja nekünk Endre. Tehát akkor ezzel azt akarja mondani, hogy ő köt barátságokat a munkahelyen, sőt ezek szerint igazi barátokat is. Igen, sokszor találtott. Egyébként én irigylem azokat, akik már gyerekkorukban megtalálják az igazi barátjukat. Uh-huh. Sokszor viszont már tényleg, amikor érett vagy és felnőtt vagy, akkor sikerül az tényleg igazi barátokat megtalálni, és ez leginkább hol vagy az élete nagy százalékában, a munkahelyen. Na, csodálkoznál, azt mondom, hogy ez nálam így van. Te is, neked is gyerekkori barátaid? Nekem nagyon kevés barátom van, én nem is vagyok különösebben barátkozós, de azoknak a talán egy-két kivételtől eltekintve gyerekkori barátok, és van egy olyan csavar a történetben, hogy az egyik legeslegjobb gyerekkori barátom, osztálytársak voltunk. Uh-huh. Vele hosszú éveken keresztül kollégák is voltunk, mert együtt kezdtünk rádiózni, együtt kezdtünk diszkózni, tehát hogy nálam ez így ötvöződött a kettő, és az, hogy együtt dolgoztunk, az nem befolyásolta a barátságunkat, sőt, szerintem még szorosabbra fűzte. Én is így gondolom egyébként, hogy például az én barátom. 14 éves korunktól 30 éves korunkig szinte minden nap együtt voltunk, mert az iskolában voltunk, itt aztán meg együtt dolgoztunk lényegében. Nálunk például hatékonyabb is volt, tehát hogyha láttam, hogy mondjuk stresszes vagy nagyon sok a munkája, akkor szívesen segítettem neki, mivel annyira szeretem emberileg, hogy ha megtehettem, akkor nyilván segítettem, de ugyanez volt visszafelé is. De nem ez a munkai barátság fokmérője szerintem, hanem az, hogy ha mondjuk ő elmenne, vagy őt kirúgnák, vagy téged kirúgnának, igen, akkor utána fölhívnál, de másnap, nem másnap, mondjuk két hét múlva. Persze. Tartanátok el a kapcsolatot utána. Mondtam, hogy Budapestre költözött. Tegnap este is beszéltünk egy jó fél órát körülbelül telefonon. De akkor azon gondolkozunk el. Sőt, sokszor itt végzek, megyek át a másik munkahelyre, és akkor közben telefonálunk. De azon gondolkozunk el a kedves hallgatókkal közösen, hogy oké, itt írják néhányan, kötnek barátságokat a munkahelyem, de ebből ki az, és most úgy őszintén, azokból a barátokból, a munkai barátokból, ki az, akivel tartanátok a kapcsolatot azután is, hogyha valamelyik őtöket. De lehet, hogy valaki, igazad van, máshová helyeznék át. Lehet, hogy valaki rávágja, hogy persze, simán, de ez nem lehet tudni. De úgy őszintén, nem is kell nekünk elmondani. Nincs is hozzá közünk, de úgy belül őszintén azért mindenki tudja az igazi választ. Szerint, hát igen, én legalábbis tudtam már. Eszembe is jutott egy sztori erről, egy történet. Majd elmesélem ezt is, jó? Meg lesz egy tesztünk is arról, hogy a munkahelyünkön kollégáink vagy barátaink vannak. Ezzel is jövünk vissza nem sokára. Jó reggelt mindenkinek, 3 perccel múlt el 3:48, mindjárt itt van Omi és a Cheerleader. Reklám. 3 perc múlva már 8 óra lesz, ez a Debrecen Rádió, benne pedig a Vekker. Jó reggelt, Sári Majornál fehér autóból mérnek, Anna írta ezt nekünk SMS-ben, köszönjük szépen. Ez ugyanaz a Trafipax, amiről már beszéltünk, tehát akkor a 4-esen Ebesnél ma reggel is figyelik a forgalmat a rendőrök. A Nádas sátában. Óvatosan mindenki, igen. 20-95-95-3-95 az SMS és Viber számunk, várjuk a közlekedési infokat, meg mindent, amit még fontosnak éreztek ma reggel. A munkai barátságokról, vagy nem barátságokról kezdtünk el beszélgetni, mindjárt lesz egy tesztünk, leteszteljük majd, hogy mi barátok vagyunk-e, vagy csak elviseljük egymást, mert össze vagyunk zárva ide 10 négyzetméterre, mert hát mindenki gondolhat valakire, és akkor csinálhatja velünk a tesztet, és akkor megtudjuk majd, hogy a munkahelyünkön barátaink vannak-e, vagy csak kollégáink, akikkel muszáj jóban lennünk, mert hát barátaink idézőjelben. Nagyon meg kell sejtenünk a saját életünket. Sziasztok, a legjobb barátnőmet munkahelyen ismertem meg, utaltuk egymást, aztán elkezdtünk beszélgetni, 12 éve össze vagyunk nőve, sokan azt hiszik, hogy a tesóm, írja nekünk Gyöngyi. Szép történet. Még most is kollégák vagytok egyébként?
És nézel rám. Nem, tehát Gyöngyitől kérdezem, hogy ha még van arra energiád, írnál, hogy még most is kollégák vagytok. Tehát, hogy annak ellenére maradt-e fönt a barátság, vagy amellett maradt-e fönt a barátság, hogy kezdődött az üzenet? Tehát nem egyértelmű? Munkahelyen ismerték meg egymást, először utálták egymást, aztán elkezdtek beszélgetni, 12 év össze vannak nőve. Csak az nem derül ki, hogy még most is kollégák-e, vagy hogy mennyi ideig voltak kollégák, úgyhogy közben barátok is voltak. Mert azért szerintem az, hogy egész minden nap ott vagyunk, szeretnénk tudni. Reggel 8-tól délután 4-ig egymás nyakán, az azért szerintem megöli a barátságot. Elég egymás nyakán. A barátokból sosem elég. Egymás nyakán. Én nem vagyok különösen barátkozós. Én olyan vagyok, mint Imre, aki azt írja nekünk, hogy munkahelyre nem barátkozni járok, hanem dolgozni. Bár nálunk nincs is olyan jó társaság. Jó, dolgozni járunk be, egyértelmű, meg azért pénzt keresünk, stb. De nem vagyunk robotok. Nem vagyunk robotok, de vannak emberek, akiknek nincs szükségük arra, hogy barátkozzanak. Ez egyébként nincs is gond. Tehát és kimondottan tud idegesíteni, amikor valaki próbálkozik. Nem azért, mert és még akár szimpatikus is, de nem, egyszer vannak emberek, akik olyan, én is ilyen vagyok. Nem vagyok barátkozós, nem vagyok haverkodós. Én nyitott vagyok, és én be is szoktam próbálkozni, viszont leveszem egyből azt, hogy van erre igény, vagy nincs. És ha nincs, akkor jó, akkor... Három hónapja nem veszed le. Na, jó, akkor erre nem is mondanék semmit. Na, tulajdonképpen ki is töltöttük a tesztet akkor, mi már? De azért majd 8 után megcsináljuk. Jó, most jönnek a friss hírek, aztán pedig itt lesz DJ Snake, és Let Me Love You. Köszönjük szépen, friss hírek legközelebb 8:30-kor, ez a Debrecen Rádió, benne a Wecker. Ébresztő mindenkinek, itt van Pienci és Mariani, jó reggelt! És Pálog István Vilmos, szintén jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek, jövünk a teszttel, hogy barátok vagyunk-e, vagy csak kollégák, de előtte meg itt van DJ Snake és Justin Bieber közös dala is, ez a Let Me Love You. Egy újabb óra. Mosolyra hangolva. Napjaink és az elmúlt 40 év legjobb zenéivel. FM 95. Debrecen Rádió. Ez a Debrecen Rádió, benne 6-tól 10-ig a Wecker. Jó reggelt és jó Wecker mindenkinek. Jó munkát mindenkinek. A négyesen, Ebesnél még mindig mérnek a rendőrök. Köszönjük szépen mindenkinek, most a rengeteg hallgató megírta ezt nekünk. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk. 20-95-95-3-95 az SMS és Viber számunk. Ide lehet nekünk küldeni lényegében mindent. A munkai barátságokról kezdtünk el beszélgetni az előbb. Egy friss kutatás szerint a fiatal munkavállalók többsége, ha választani kell a jó fizetés és a jó hangulat között, akkor inkább a jó hangulatot választja egy munkahelyen, aztán erről elkezdtünk itt filózgatni, hogy egyáltalán miért kell választani, meg hogy esetleg később, idősebb korban is így van-e ez vajon, milyen egyáltalán barátok-e azok, akiknek barátokat hiszünk a munkahelyen. Viszont találtam a neten egy nagyon jó tesztet, amivel le lehet mérni. Most ugrik a majom a vízbe, hogy még barátok és vagyunk, vagy csak, szerinted? Vagy csak kollégek. Hát most nem árt tisztán látni. Várják, közben Gyöngyi megírta, tudod, ő volt, aki a munkahelyen találta meg a legjobb barátnőjét, és azt mondja, 12 éve nagyon barátok. Azt írja, hogy már nem kollégák, de a barátság megmaradt. Tessék, látod? Itt én azt mondom, hogy pont ezért maradt meg a barátság, mert már nem vagytok kollégák. Szerintem feltétlenül. Mondjuk én magamból kiindulva, szerintem én nem. Te pont te mondtad, hogy neked is van egy barátod. De az megint más, mert mi gyerekkori barátok voltunk. Tehát mi már úgy. Hát azért az csak más. De miért? Mert nekünk már volt előzmény a dolognak. De a munkahelyen is, hogyha kialakul egy barátság, akkor utána elmentek együtt kávézni, azért találkoztunk munkahelyen kívül is, mert már előtte is szokásunk volt az, hogy munkahelyen kívül találkoztunk, mert a barátság. És az, hogy a munkahelyen kötődik a barátság, vagy kötetik a barátság, az kizárja. De ez nem azt kötetett, érted? Igen. De nem értem. Ja, de már most áttért egy gyöngyire. Hát azért, mert a munkahelyen köttetik, azért miért nem mehetnétek el utána, és miért mi ülhetne el a barátság? Nem tudom, mert én nem vagyok ilyen. Hát most erre ez a legjobb válasz. De most leteszteljük. De mondjuk, te Balog István, most leteszteljük egymást. Itt van ez a jó kis teszt a neten, amiből mindenki megtudhatja, hogy akire gondol a munkahelyén, hogy ő a barátja, ő csak barát, vagy csak kolléga. Pár kérdés az egész, de nem is bonyolult kérdések, igazából mindenkiben fölmerülhetnek ezek a kérdések, de talán így összeszedve azért mégiscsak érdekes lehet, jó? Uh-huh. Mindenki és gondolja valakire a munkahelyén, akit barátjának érez. Most én vagyok a tesztelány? Vagy én téged tesztellek. Okay. Bár tudom a választ előre, de most nyilván mégiscsak egy
vele vagyok a legtöbbet. Beteszlek a kis fejembe. Igen. Na, azt mondja, hogy... Első kérdés, eljárok-e vele kikapcsolódni, különösen hétvégéken? Nem. ez viszonylag gyors válasz volt. Egyszer volt rá példa, hogy találkoztunk hétvégén, de inkább csak találkoztunk hétvégén. Azt azért nem mondanám kikapcsolódásnak. Hát, hogy lehet egy kezdődő barátság. Aztán. Bimbója volt. Igen. Ismerem-e a munkahelyen kívüli barátait? Nem. Nekem egyetlen egy barátodat sem ismerem. Nem is nagyon, nekem kevés van. Ja, hát akkor és az a kevés, is messze lakik, tehát hogy a többségükkel csak neten tartom a kapcsolatot. Uh-huh. Majd rájuk. Hát ilyen képzeletbeli barátaim vannak tulajdonképpen. Hát tudom, hát azért szoktam magadban beszélgetni. Igen, tehát akkor eddig két nem. Jól haladunk. Találkoztam-e már a párjával? Látod, hogy ezt se tudjuk egymásról. Aztán, ha mindkettőnket előléptetésre terjesztenek elő, de végül csak ő kapja meg. Őszintén örülnék-e neki? Én nagyon őszintén örülnék neki. Ah. Jaj, de úgyis nem tudod, hogy profinak tartalak. Úgyhogy én egyébként ezt nagyon-nagyon őszintén mondom, hogy én minden sikerednek nagyon tudnék örülni. Én nem. Jaj, de gonosz vagy már megint. Komolyan? Én nem vagyok, én nem tudnék örülni. Nem azt mondom, nem tudnék örülni, de irigykednék, igen. Ez most komoly. Uh-huh. Igen. Nem kívánnék neked rosszat, ez nem azt jelenti. De... Ha kettőnk közül mondjuk interjúztatni kellene Putyint, és ő engem választana, sárgulnál, akkor nagyon megkönnyebbülnék ebben az esetben, mert az orosz tudásom erősen megkopott. De nem, hogyha te kapnál előléptetést, az... Nem haragudnék rád, meg nem kívánnék neked rosszat, meg nem csinálnék semmi rosszat, de nagyon rosszul esne nekem, igen. De a kettő nem ugyanaz, mert végig gondolod azt, hogy mondjuk te miért nem érdemelted meg. Az a kérdés, hogy őszintén örülnék-e neki, és nem örülnék neki őszintén, mert én a magam sikerének örülnék mert őszintén. Mert te egy mert ilyen vagyok. Igen. Olyan. Ezen meglepődtem amúgy. Aha, igen. De hogy lepődtél meg? De nem. Tényleg meglepődtem. Én viszont tényleg én tudnék szívből örülni a te sikerednek. Zárójelbe. Igen. Aztán amennyiben kilépne, továbbra is tartanám-e vele a kapcsolatot? Én rád írnék azért néha-néha. Én meg ilyen fokegyről válaszolnék. Magamtól nem keresnének. Nem? Nem. Megmondom nekem őszintén. Akkor szerintem ezen a teszten végig is menjünk. Én azt hiszem, már megvan az eredmény. Ez megvolt. Ezek egyszerű kérdések. Igen. És ez nem azt jelenti szerintem, hogy én nem szeretlek téged, vagy nem kedvellek, vagy nem dolgozom vele szívesen. Csak ismered saját magad. Csak egész egyszerűen nem muszáj barátoknak lennünk ahhoz, hogy jól tudjunk dolgozni. Együtt. Hát igen. És ez nem kritika senkire nézve szerintem. Nem. Tehát az ember ritkán köt barátságokat. Élete során talán csak néhányszor. Uh-huh. És az most vagy a munkahelyén van, vagy nem a munkahelyén van. Nekem nem. Tehát nekem igazából gyerekkori barátaim vannak, akik tényleg barátok. Mondjuk mondtad is, hogy... gondolkozom, hogy ezen mondaton ki fog megsértődni. Mondtad is, hogy nincs sok barátod, de egyébként szerintem sincs sok barátra szükség, mert barátból nincs sok. Haverod esetleg sok van, vagy ismerősöd sok van. Barátból elég 2-3. Én azt mondom. Hát kinek mennyi? Aha. Jó, akkor nincs sértődés. Dehogy van, nem vagyunk... úgy nézek ki, mint a jó, van, megnyugodtam, mondom, hogy te vége lesz. Ennyi, mondom, hogy csak néhány, egyszerű hát kérdés. Várom itt tovább, bár nem tudom, hogy mit várok még, mikor már megvan az eredmény. Hát az első kérdésre tudtuk a választ. De hogy csak néhány egyszerű kérdés, de sokat elárul. De hogy tulajdonképpen szerintem ez egy jó teszt. Sokat elárul, igen, de tulajdonképpen szerintem teljesen pozitív, mert kimondhatjuk, hogy nem vagyunk barátok, és ennek ellenére nagyon jól tudunk együttműködni. Igen, azt mondom, hogy nem muszáj nekünk, tehát nem muszáj nekünk barátoknak lenni tök egyáltalán. Jó, én teljesen meg vagyok elégedve ezzel az eredménnyel. Jó, akkor jó van. Kíváncsi, hogy a hallgatóink is kitöltötték a fejben ezt a tesztet, és akkor az eredmény nyugodtan megérhetjátok. A házi sárkány, nem? Hát is szerelmet vallasz egy Valentin nap előtt, vagy valami gondoltam én rá. De még az nincs, még arra várják két hetet. Na, a hallgatóink milyen eredményre jutottak ezzel a teszttel, hogyha egy fejben megcsinálták ők, és 0620 95 95 395. Reklám. Yeah, ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig a Wecker. 8:30 lesz nem sokára, jó reggelt és jó reggelt mindenkinek. Munkahelyi barátságokról kezdtünk el filozofálgatni ma reggel a hallgatóinkkal közösen, és hát a hallgatóink is beszálltak ebbe a kis tesztbe, amit az előbb megcsináltunk, jönnek itt az érdekes hozzászólások. Azt írja valaki, hogy végigcsináltam veletek a tesztet, és rájöttem, hogy akire gondoltam, inkább csak kolléganőm, mint barátnőm. Bár ez még alakulhat jó irányba. Hát alakulhat, de egyébként meg ez nem baj. Hát nem kell mindenkivel barátságot kötni. Nálunk ez kiderült most az előbb, hogy nem de baj. De az a gyanús ember, akinek nagyon sok barátja van, nem?
Az mert legtöbbször az ilyen felszínes. Jó ismerős, haver, jó kolléga, az van rengeteg, de aki azt mondja, hogy nagyon sok barátom van, az, az szerintem gyanús. Felszínes, meg egyébként valahol veszélyes, mert tényleg azt gondolod, hogy barátod, megbízol benne, és aztán sok esetben kiderül, hogy ez nem volt megalapozva. Nem biztos, csak mondjuk azért a barátság az egy erősebb szó. Hát. Tehát, hogy azt azért, hogy nem dobáljuk, az olyan, mint a szeretlek. Tehát, hogy azt, hogy nem dobáljuk akárkinek. Hát, igen. Azon gondolkoztam, hogy a munkahelyen kötetett barátságok azért lehetnek életre szóló barátságok, mert ott össze vagy zárva valakivel 8-9 órát naponta. Tehát ott vagy ezért lehetnek életre szóló utáltságok. Vagy igen, az meg a másik. Tehát mindenféle szituációban megismered a másikat. És dehogy is. Egyfajta szituációban ismered csak meg. Milyenben? A munkaszituációban. Nem igaz. Nem tudod, hogy milyen otthon, a párjával, a gyerekekkel. Nem igaz, ahogy az előbb is beszéltünk róla, ugye vannak előreléptetések, aztán vannak fizetésemelések, az egyik mondjuk részesül benne, a másik nem. Az egy elég komoly szituáció, ami elég sok mindent megmagyaráz szerintem, vagy rámutat legalábbis sok mindenre. Aztán ott vannak mondjuk a magánéleti problémák. Sok ember kiteregeti a kis dolgait a munkahelyen. Elmond valamit a magánéleti problémáiról. Hát vagy fogalmat sincs, hogy valójában otthon az hogy van, mint van. De valahogyan viszonyulsz hozzá, akár így, akár úgy. És, nem ismered meg. Hát, azért nem tudom. Nem ismered. Napi 8-9 órában. Csak bemegy és elmond neked valamit. Ott vannak a munkahelyi pletykák, munkahelyi titkok. Minden munkahelyen vannak ilyenek. Rábízol valamit, 5 perc múlva mindenki erről beszél. Tehát... Hát persze. az így normális. Tehát, hogy ebben is meggyőződhetsz, hogy megbízhatsz-e benne, vagy sem. Tehát, hogy annyi minden, annyi szituáció előfordul egy munkahelyen szerintem. Szerintem nem. Szerintem az meg egy nagyon-nagyon-nagyon szűk metszete a dolognak. Tehát csak azt ismered meg, hogy hát a munkahelyen... Hát a napi 24 órából 9 órát, 8-at alszol körülbelül látlagosan. Igen, de lehet úgy is nézni, hogy 16-ot meg nem vele vagy. Vagy 15-öt. Nem értek veled egyet, szerintem. De a nap nagy részében nem vele vagy. Dehogy is nem. Csak 8, a 24 órából, a 24 órából csak 8-at vagy vele. Igen, de mert... Ki tudja, hogy a másik lehet, hogy a maradék 16-14-15 órában... a kollégákkal több időt tölt, mint a családdal, mert a családdal csak este, az esti órákban tud néhány órát együtt tölteni. A gyerek is tanul, apuka tévézik, anyuka főz, tehát mi az az idő, amit együtt tudnak tölteni? Na, az időről jut eszembe, hogy 8:30 van közben, úgyhogy jönnek a friss hírek hangától, aztán pedig megyünk tovább a Chainsmokers újdonságával. Ez a Debrecen Rádió, benne pedig a Vekker, 3 perccel múlt el 3:49. Sziasztok, Debrecen és Ebes közt a 4-esen a fehér Seat összepakolt, és elindult Hajdúszoboszló irányába a jobb képkészítés reményében. Ezt írta nekünk Felhő a Viberen. Köszönjük szépen, tehát akkor Ebesnél már nincs trafi, hanem valahol máshol fognak tanyát verni a rendőrök óvatosan. Lefüleljük azt is egyébként, bárhova is mennek. Lehet küldeni a közlekedési infokat a 0620-953-953-as SMS és Viber számra. És hát, ami hallgatóink, a barátaink, mondjam így, a mai témánkhoz kapcsolódva, de hát ugye pont erről beszélgettünk, hogy kikkel kötünk-e barátságot a munkahelyen. Ugye az előbb arról vitatkoztunk egy kicsit, hogy megismerheted-e a kollégádat a munkahelyen, hiszen én azt mondtam, hogy csak munkahelyi szituációban találkozol vele, tehát fogalmat sincs sokszor, hogy milyen otthon. Hogy elég sok minden szituációban megismerheted, és ezek én nem továbbra is azt mondom, hogy a nap szituáció. Nagy részében nem vagy vele, tehát 8 órát vagy vele, ez azt jelenti, hogy 16-ot nem vagy vele, azt írja viszont valaki, hogy a legtöbb ember alszik is, az is 8 óra, aztán aki utazik, az is 1-2 óra, mindjárt nem jut több idő a családra, mint egy munkatársa, oké, de akkor is csak napi 8 órát vagy vele, tehát a nap nagy részében akkor sem vagy vele, ha... Én csak ennyit mondtam. De hogyha leszámítasz 8 órát, meg egyébként is úton vagy, meg stb., akkor na mi van? De a nap akkor is 24 óra, és akkor is csak 8 órát vagy abból vele, és akkor is csak azt mondja, hogy a munkahelyen hogy viselkedik. Alvás alatt maximum csak azon tudsz összevetni, hogy a gomb fönt van, vagy lent van. Hát azon nagyon... Nem tudod, hogy hogyan alszik. Nem tudod, hogy hogy utazik, hogy ül a buszon, hogy kéri a buszvezetőtől a jegyet. Nem ismered, akivel a munkahelyen össze vagy zárva. És számít, hogy kér jegyet a buszon. Hát az is hozzád, az is ő. Hát az is ő, igen, az is ő. Csak te azt mondtad, hogy megismerheted attól, hogy össze vagy zárva a munkahelyen, én még azt mondom, hogy nem. Csak azt mondtad, hogy a munkahelyen hogy viselkedik. De ne korlátozzuk le, mert ezen kívül vannak munkahelyi ilyen csapatjátékok különböző helyeken, vagy elmehettek kávézni. Akkor is csak azt mondtad, hogy a munkahelyen hogy viselkedik.
Mert az is a munkahelyhez tartozik. Jó, de olyan életszituációk vannak a munkahelyen, ami lehet, hogy otthon sokszor nincs is. Vagy hát biztos, hogy nincs. Hát otthon csak nem hívad be senki az irodába, hogy leadd a jelentést. Akárhol össze tudsz veszni, vagy akárhol tudtok jókat derülni, bármi előfordulhat. De az csak a munkahely. Az csak a munkahely, ahol azért mindenki egy kicsit más. De az csak egy helyiség, könyörgöm. Egyébként te, mint ember, ugyanaz vagy. A munkahelyen mindenki egy kicsit más. Nem, miért? Miért? Te ugyanúgy viselkedsz itt, mint otthon? Vagy ezen a munkahelyeden úgy viselkedsz, mint a másik munkahelyeden? Hát nem fordulok ki önmagamból. Nem fordulsz ki, de egy picit azért másabb vagy. Nem, szerintem nem. Nem. Azért, mert most itt állok, és nem otthon állok. Azért egy picit már, egy picit biztos, hogy, már, biztos, hogy okay. Nem ugyanolyan vagy. Jó, legyen egy picit. De akkor, nem az, tudsz megismerni. Az a pici, az pont elég lehet. Hát szerintem nem. Tehát most nem mindegy, hogy milyen lehet, falak vesznek körül? Nem, egyáltalán nem. Lehet, hogy a másik munkahelyeden azt gondolják rólad, hogy te egy nagyon kedves lány vagy. Nekünk meg itt olyan vagy, amilyen. Hát. Gyere be, és akkor majd meglátod, hogy ott hogy viselkedem. Lehet, hogy ezt gondolják rólad. Én azt mondom, hogy nem tudod megismerni a másikat a munkahelyen. És nem ezért, tudsz megváltozni egy pillanatról a másikra. Tehát 9 órakor még itt vagyok, 9:30 már ott vagyok. Nem azt mondom, hogy megváltozol. És nem vagyok más ott. Hogyne tudna az ember teljesen ellentétes lenni? Teljesen kifordulsz magadból, teljesen nem fordulsz ki magadból, hanem az is te vagy. Van egy olyan részed, amelyik kedves, van egy olyan részed, amelyik nem kedves. Van egy olyan részed, amelyik nyugodt, most van egy olyan részed, van olyan szituáció, amikor viszont ki lehet hozni. Most arra gondolkoztam, hogy menet közben szerintem sokan lehalkították, hogy egy kicsit felevettek. Most én kifordultam magamból, tehát most demonstrálom, hogyről beszélek. Hát hogyne, egy ember tud nyugodt is lenni, meg egy ember tud síkideg is lenni és csapkodni. Na és az is te vagy. Lehet, hogy a munkahelyen ilyen vagy, mert itt visszafogod magad, hogy ne ordibáljál senkivel, mint ahogy most én ordibálok veled, de lehet, hogy otthon viszont nem fogod vissza magad. De a munkahelyen is ugyanúgy kijön, hogyha felidegesítenek, akkor lehet, hogy nem a főnököd előtt. Nehezebben jön ki a munkahelyen. Nem, szerintem nem, ugyanúgy kijön. Akkor a folyosón is ugyanúgy ki fog az belőled jönni. Hidd el nekem, hogy ezek, tehát ezt nem tudod megváltoztatni. Csak nem mindegy, de... Valameddig kontrollálod, de kijön, hidd el, hogy kijön. Na, most látom, hogy rajtad kezd kijönni. Neked rajtad is. Nem, szerintem én csak azt mondom, hogy munkahelyen azért nem lehet barátságokat kötni, mert nem ismered meg ott. A munkahely feszélyez. Akármennyire laza valamilyen is a légkör, a munkahely feszélyez. Na, és akkor onnantól kezdve az már nem Pincés Marian, hanem Pincés Marian 1.7. Miért? Egy párkapcsolatban nem kontrollálod magad? Nem teszel a párodnak a kedvére, csak azért, mert ő a párod is. Nem feltétlenül értesz vele egyet. Tudom, hogy nem egyébként. Ne vigyél rajjá, mert tudom, hogy te nem. Utálom, amikor igazad van. Tessék, látod, de akkor ebből meg csak az következik, hogy egy párkapcsolatban sem ismerhetsz meg igazán egy embert. Nem, hát nem feltétlenül. Vagy nem tudod, hogy mit csinál, vagy sokszor csak amíg nagyon nem vagytok együtt. Igen. Tehát, hogy az sok idő. Köszönöm szépen. Nem. Most elmegyünk, zenélünk egy kicsit, és addig gondolkodom, hogy mibe tudok belekötni, jó? LP és alosztani, jó? Ez a Debrecen Rádió, benne pedig a Vekker. 4 perc múlva már 9 óra lesz, úgyhogy Marcitól lassanként elköszönünk neki, ennyi volt a mai nap. Figyelj, ugye kijött a tesztből, hogy nem vagyunk barátok, és a mai nap után se leszünk. Azt hiszem, hogy leszögezhetjük. Marika írja még az előző okfejtésemre, hogyha 3 órát alszik, akkor többet. Mindegy, ezt most nem teljesen értem, de a végén odaírta, hogy igazad van, mint mindig. Na, kész. Persze, a vita le van zárva. Nem is lényeg, ugye? Csak a vége. Az elején nem lényeg, a konklúzió a lényeg, igazam van, mint mindig, maradjunk ennyiben. Nem bírod elviselni a vereséget, ezt a gyorsan elküldesz. Tudod, okos enged, tehát jobban jársz, hogyha rám hagyod. Na, még mielőtt elengednénk téged, gyorsan ugorjunk ki az űrbe is, mert hogy ugye 9 óra lesz nem sokára, úgyhogy elrejtettük már a mai kódot a fórum űrkaland kiállításán, tessék megkeresni és elküldeni nekünk. Tessék kalandozni egy kicsit. Hát az űrben, igen, és a Debrecen Rádiós kódot tessék elküldeni nekünk a 0620-953-95-re, értékes ajándékokat tartogatunk azoknak, akik ezt megteszik. Tehát a fórum űrkaland kiállításon mostantól már lehet keresni a mai Debrecen Rádiós kódot, és lehet nekünk küldeni. Hú, na, most kezdett volna érdekes lenni egyébként a történet. Hát tudnék még veled vitatkozni egy darabig. Hát azt tudom, abban egészen biztos vagyok, de hát a mai nap lassanként véget ér. Többen is írják, hogy Ebesnél már nincsen Trafipax, köszönjük szépen. Illetve még itt valaki azzal kapcsolatban, hogy tartjuk-e a barátságot azután is, hogy a másik fél vagy én elmentem a munkahelyről. Eleinte hetente, majd havonta telik az idő, és már csak évente, majd
majd hoppá, elfelejtettem, mikor is beszéltünk utoljára, hány éve? Na de várjunk, ez nem feltétlenül csak a munkahelyi barátságokra igaz. Nagyon nem, nyilvánvalóan nem, de most arról beszélgetünk. Hát arról beszélgetünk persze, de hogy ez inkább egy általános dolog, hogy kötetnek barátságok, és utána sajnos ezek... Az egyik jobbra, igen. Másik balra, mások az érdeklődések, más, de minden más. Volt egy nagyon-nagyon jó barátom gyerekkoromban, tehát szomszédok voltunk, és együtt játszottunk, de tényleg nagyon pici korunktól kezdve. Utána osztálytársak voltunk, óvodában nem osztálytársak, még vagyunk, csoporttársak voltunk óvodában is, meg általános iskolában osztálytársak voltunk, tehát ilyen tényleg nagyon jó gyerekkori barátság volt, és aztán középiskolában elsodort bennünket az élet. És találkoztunk 4-5 évvel később, és a világon semmit nem tudtunk egymással kezdeni. És az annyira beszélgetni kellemetlen, se tudtunk. Szörnyű. Ugye tehát ő elment egy irányba, én elmentem más irányba. De ez nem, nyilván nem harag miatt. Semmiféle közös témánk nem volt. A világon semmit nem tudtunk egymással kezdeni. Igen. Hogy vagy? Hát így vagyok. Ez és ez van. Itt dolgozom. Ezt csinálom. És a világon semmit nem tudtunk. De ugye, hogy kellemetlen volt? Szabadulni akartunk mind a ketten a helyzetből, nyilvánvalóan, egyébként kellemetlen, mi ebbe a kellemetlen, megváltoztunk mind a ketten, ő ilyen lett, én olyan lettem. De nyilván előtörnek azok az emlékek, amikor együtt játszottatok, vagy együtt... Nem, inkább az erősebb volt, hogy nagyon jó, ezt hagyjuk, menjünk tovább. Aha, én azt hittem, hogy arra gondolsz, hogy előtörtek ezek az emlékek. Az én fejemben az már nem ő. Az már egy másik és, ember. Igen, és ehhez képest most látsz egy konkrétan egy idegen embert. Kb. És tényleg szabadulsz. Bocsi, mennem kell, mert nem jön ez a tipikus volt kifogás. Barátnőkkel, barátokkal, tehát a szerelmekkel. Uh-huh. Amikor átéled azt, hogy úristen, hát nincs miről beszélnünk már egy évekkel később. Mondjuk szerintem az rendben van. Ez egy másik téma. Ez egy másik téma, ne kezdjünk már most bele, mert 9 óra van, és hangon nagyon jönne a hírekkel. Jól van, köszönjük szépen, holnap reggel. Hát barátként vársz, vagy nem barátként vársz? Ja, de lehet, hogy téged Elvis Putyin, tehát vigyázz, jön, érted? Látom már, itt mindegy, vár már kint téged a fekete limuzin, úgyhogy siessne, hogy... Akár barátkozol velem, akár nem, holnap reggel jövök. Jó van, Vladimirt üdvözlöm, add át neki, jó? Átadom neki, csáó mindenkinek. Mi pedig akkor folytatjuk a hírekkel, aztán pedig itt van Martin Garrix és az In the Name of Love.